hol a szabadító remény, a szép, az új világ, miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Az 1956-os forradalom és szabadságharcról, valamint a harmadik magyar köztársaság 1989-es kikiáltásáról emlékezett meg Salgótarján október 23-án vasárnap a Megyeháza épületénél. A rendezvényen elsőként Bodó Mónika, a POFOSZ Nógrád megyei szervezetének elnöke mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, a fiataloknak kell továbbvinniük 1956 szellemiségét. A mai napig lejegyzem és gyűjtöm a visszaemlékezéseket, ápolom az emlékeket, hiszen megszerzett tudásunkat tovább kell adnunk gyermekeinknek. Az utolsó 24 órában vagyunk. Az utánam következő generációk már nem találkozhatnak olyan személyekkel, akik részesei voltak az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. Gyermekeim már nem hallhatják az elbeszéléseket, történeteket. A folytatásban Skuci Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke mondta el ünnepi gondolatait. 1956 és Salgótarján neve 1956 óta elválaszthatatlan. Igaz ez az állítás akkor is, ha tudjuk, hogy az úgynevezett létező szocializmus évtizedében a kommunista hatalom megpróbálta letagadni, meghamisítani városunk dicső történelmét. Igaz, mindenki tudta, hogy Salgótarján és 1956 összetartoznak. Csak nem nagyon lehettünk rá büszkék, nem is igen emlegettük. Halkan, talán tiltva, talán titkolva, de tudtuk. Skuci Nándor méltatta az október 23-ai emlékfutást és annak ötletgazdáját, Valiskó Ferencet is. Ezután Fekete Zsolt Salgótarján polgármestere mondott ünnepi beszédet. Október 23-a méltán dicső napja történelmünknek. Azonban évről évre nem csak a hőstettekre emlékezünk, hanem azon eszmékre és értékekre is, amelyek az események mögött álltak. A szabadságra, a függetlenségre, a szolidaritásra és a diktatórikus rendszerek egyértelmű elutasítására. A 66 évvel ezelőtt lezajlott forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Azt követően a szabad világ országaiban utcákat, tereket neveztek el rólunk, magyarokról, több százezer menekültet fogadtak be, és még évtizedekkel később is mi, akik 1956-ban még nem is éltünk, figyelmet, megbecsülést és elismerést kaptunk, csak azért, mert magyarok vagyunk, és volt egyszer egy 56-unk. A városvezető szintén kiemelte a salgótarjáni október 23-ai emlékfutás jelentőségét. Salgótarjánban több évtizede hagyománya van annak, hogy sporteseménnyel is tisztelgünk az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai és megélői előtt. Önkormányzatunk nevében köszönetet mondok mindazok munkájáért, akik részt vettek az immár 30. emlékfutás szervezésében. Továbbá köszönetet mondok mindazon pedagógusoknak is, akik évről évre tanulóikkal részt vesznek ezen a megemlékezésen. Ezzel is nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy méltóképpen emlékeztessünk meg az idén várossá nyilvánításának 100. évfordulóját ünneplő városunkban, október 23-áról. Az emlékező beszédek zárásaként az emlékfutások helyszínére mindig futva érkező Sirilla György hosszú távfutó köszöntötte a megjelenteket. Csodálatos dolognak tartom azt, hogy Salgótarján tényleg, ahogy az előttem szólók is mondták, az összetartás, összetartozás és tartás városa is immáron, és Valiskó Ferenc barátom által
az városi vezetés által, és mindenki, aki itt van, és ezt támogatja, bárhogy egy igazából nemzetközi hírű verseny alakult ki, és jó érzés ezt nekem megélni, és jó érzés ezzel a Kopjafával imáron 20 éve ide befutni. A városi megemlékezés zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták az 1956 ismert és ismeretlen hőseinek emléket állító táblát.